Sziasztok! A mai alkalommal egy papagájos sminket, vagy egy papagájos arcfestést fogunk elkészíteni. Mint láthatjátok, én már alapoztam az arcomat, és most pedig veszem az ecsetemet meg a fehér arcfestékemet, ami egy speciális arcfesték, bárhonnan beszerezhető igazából, és felviszem a szemem környékére. Ha ezzel végeztem, akkor lecserélem az eddig használt lapos fejű ecsetemet, valamint a fehér arcfestéket egy feketére, és az ecsetet pedig egy nagyon kicsi fejű ecsetre, és ezzel a fekete festékkel kontúrozom a szememet, de nyugodtan használhattok szemhéjtúst vagy szemceruzát is, nem feltétlen kell ragaszkodni a fekete arcfestékhez. Itt pedig megrajzolom a papagáj csőrét, amit a későbbiekben kicsit korrigálni fogok. Következő lépésként pedig megrajzolom a papagáj fejének kontúrját. Ha ezzel megvagyok, akkor kiszínezem a papagáj csőrét feketére. És akkor jöhet a legizgalmasabb rész, amikor végre elővesszük a színeket, hiszen a papagáj színek nélkül nem is papagáj, szóval ehhez már nem arcfestéket használok, hanem a Morphe 35B palettámat, szóval sima szemhéjpúdereket használok, itt egy kicsit összekentem magam, de se baj, erre ti egy kicsit jobban figyeljetek majd oda. Na de vissza a színekhez, ismételten ecsetet, a kis fejű mini ecsetet használom, és egy világos kék színű festéket. Viszont most visszatérek a fekete színhez, és még élethűbb papagájfejet próbálok vele varázsolni. Maradok ugyanennél az ecset méretnél, viszont színt váltok. Felveszek egy sárgás szemhéjfestéket, amit összekeverek a kékkel, és egy ilyen sárgás-zöldes árnyalatot kapok. Majd visszatérek ehhez a világos kék színhez, és próbálom kontúrozni a madárnak az alakját, valamint tollakat festeni vele, itt pedig kitöltöm a hiányzó részeket. Itt visszatérek egy kicsit a szem környékéhez, és fekete festékkel próbálom még élethűbbé varázsolni a szem környékét a papagájunknak. Újra előkerül a fehér festék, és a fej tetejére próbálok a kis ecsetemmel icipici apró pejhes tollakat festeni. Majd előkerül egy sötétebb kék árnyalat is, hogy még élethűbb legyen a kis madarunk. Bátran játszatok a színekkel, hiszen tudjátok, hogy rengeteg féle színű papagáj és egyéb más madár létezik. Én itt most egy narancssárga árnyalatot választottam, amit így a test nagy részére fogok használni. Viszont nagyon fontos dolog, hogy összemossátok a színeket, szóval szépen dolgozzátok össze azokat a vonalakat. Ezután pedig áttérek a kis papagájunk testére, pontosabban a szárnyára, és fekete festékkel meg a kis fejű ecsettel kontúrozom a tollakat. Valamint egy sötétebb narancssárga színnel tovább színesítem a kis madarunkat. Ismét jöhet a kis fejű ecset, valamint a fehér festék, hogy még realisztikusabb legyen a madárka. És persze így se felejtsétek el összedolgozni egy kicsit a színeket, halványítani a vonalakat. Majd ezután folytatom a szárnyak tollak megrajzolását. Thank you.
Ezek után kicsit lejjebb húzom a madár kontúrvonalát, mert nem csak azt szerettem volna, hogy az arcomat fedje be a papagáj. És természetesen különböző színekkel kifestem madárkánk szárnyait, tollait. Ennél a lépésnél úgy gondoltam, hogy még nem elég realisztikus a papagájunk, úgyhogy most jöhet a finomítás, egy-két árnyalat, vagy egy-két toll megrajzolása, ez is teljesen rátok van bízva. Majd arra gondoltam, hogy legyen valami a papagájon kívül is rám rajzolva, úgyhogy most jöhetnek a virágok, növények, a papagáj természetes élőhelye. És persze itt sem voltam még teljesen megelégedve a papagájjal, úgyhogy tovább szépítgetem őt. Ezzel el is készültünk. Remélem, hogy tetszett a videó, és tetszett, amit láttatok. Hogyha igen, akkor kérlek, nyomjatok egy lájkot, és ha még nem vagytok feliratkozva a csatornánkra, akkor légy szíves, iratkozzatok fel. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok!